Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Tapsoljatok nemzetek minnyájan, újjongjatok Istennek dicsérő szóval. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket évközi 13. vasárnapunk ünnepi szentmiséjén. Ezt a legszentebb áldozatot bemutatom a hívő népért, a Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért, valamint Rákóczi Istvánért halálának 20. évfordulóján. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ennek a szentmise áldozatnak a bemutatásában. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben.
Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Királyok második könyvéből. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult, és már átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, és így ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez: nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket, meg mécsest, és ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy napon megérkezett, betért a fönti szobába, és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz: mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Gehászi így válaszolt: ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta: hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá: egy esztendő elteltével ilyen időt tájt, fiúddal kálsz. Ez az Isten igéje. Hadd énekeljen örökké Urunknak irgalmas jóságát. Hadd énekeljen örökké Urunknak irgalmas jóságát. Az Úr irgalmáról énekelek örökköd örökké. Hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkon. Leszke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből: testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltuk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.
Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, egy érdekes kettősségről beszél Jézus a mai evangéliumi szakaszunkban. Azt mondja, hogy aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Erről a méltóságról hallunk máshol is a Szentírásban, például a Kafarnaumi századosnál, amikor kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, akit szeret, és azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Az ilyen alázat, valódi alázat, az kitüntetés. Ugye azt mondja Jézus, hogy aki magát megalázza, azt felmagasztalják. De azonban, hogyha Jézus mondja, hogy valaki nem méltó hozzá, akkor ez egy rossz dolog, ez nem válik az illető javára, mert valami olyat tett, ami miatt Jézus kimondja ezt, hogy nem vagy méltó hozzám. És amit megelőzően mond Jézus, természetesen nem az emberi kapcsolatok ellen beszél, nem a 10-ből a 4. parancsolat ellen mondja, hogy most már szabad kell vagy lehet gyűlölni a szülőket. Ugye Lukács evangélista ez a jobban szeret szópár helyett ugye azt mondja, hogy gyűlöli, mert az eredeti szövegben nincsen ilyen árnyalás, nem is találtak rá szót, hanem valaki vagy szeret, vagy gyűlöl. Kettő között ugye szerintük ugye a nyelvhasználatban nincs átmenet. De mégis azt jelenti, hogy ez egy emberi kapcsolat. Ugye szülők szeretete, szülő-gyermek kapcsolat, az mind itt a földi keretek között zajlódik, ebben még semmi rendkívüli nincs. Azonban, hogy ezt Jézus kiemeli, hogy még a legszorosabb emberi kapcsolat, ami földies, az sem állhat az Isten kapcsolatunk elé, vagy ugye a kettő közé. Tehát az Istent mindennél jobban szeretni kell. Nem véletlenül kezdődik ezzel a 10 parancsolat, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És az az érdekesség, hogy Jézusnál ez a kettősség, ez nem egymás ellen van, hogy ha én az Istent szeretem, akkor muszáj mindenki más embert gyűlölnöm, hanem a kettő kiegészíti egymást, sőt jobban mondva, az Isten szeretete teljesen áthatja az összes többi kapcsolatomat, és éppen ezért meg is változtatja. Mert ahol az Isten jelen van, ahova az Istent beengedik, ott ugye változások mennek végbe. És az ember tapasztalja mindenhol az életében ezt a kettősséget, hogy van, ami ő benne földies, az inkább a földies gondolkodás felé irányítja őt, és a lelkében pedig van egy leküzdhetetlen vágy az Isten felé, ami az Isten felé emeli az ő gondolatait, az ő életét. És Jézus erre bíztat, hogy igenis vállaljuk azt a feladatunkat, azt a küldetésünket, azt a belénk oltott vágyat, hogy keressük az Istent, és meg is akarjuk találni, mert van, aki arra teszi fel az életét, hogy keres, és akkor ő úgy gondolja, hogy ennyi elég is. Mennyi pókháló van itt. És azáltal, hogy az ember meg is szeretné találni
az Istent, ezáltal kéri azt, hogy menjen végbe a változás az ő lelkében. Azt mondja a Szentírás, hogy ha valaki szolgálni akar, mármint nyilván nem így pénzért, hanem valaki vagy a földies gondolkodásnak szolgál, vagy pedig az isteninek. Ugye amikor törbe akarják csalni Jézust, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, mert ha azt mondja, hogy nem, akkor lázít a rómaiak ellen, ha meg igen, akkor a vallásunk ellen beszél, mert földi hatalmat támogat. Jézus kihúzza a méregfogát ennek a rafináltnak hitt kérdésnek, és azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Vagyis lehet a földit és a mennyeit, ugye a földi eset és az Istenit együtt művelni, együtt élni, hiszen ebben a világban élünk, hogyan is lehetne bármelyik részét megtagadni az életünknek. És Jézus úgy küld bennünket a világba, a földies közé, hogy közben azt mondja, hogy az égiekre irányuljon a figyelmetek, ne a földiekre. Vagyis lehet úgy élni ebben a világban, hogy én teljesen az Istené vagyok. És mivel én az Istenre hagyatkozom, és azt akarom, hogy ő vezessen, minden más dologban előnyt élvezek majd, mert az Isten velem van. És azt mondja a Szentírás, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Milyen ellenség támadhat ellenünk, akitől félnünk kéne, ha az Isten a pártunkat fogja. És ez a keresztény ember küldetése és öröm és ugye szenvedéssel teli küldetése, hogy bár egyre inkább az Istennek akarja szentelni az életét, azt tapasztalja, hogy egyre inkább olyan korlátokba ütközik, ami őt eltávolítaná ettől a szent küldetéstől. Az Isten követéséről, az Istennek szentelt életről azt írja a Szentírás, hogy azt nem lehet megosztott szívvel tenni. Tehát azt mondja, hogy a nőtlen embernek csak arra van gondja, ami az Istené, a nős embernek, a szíve pedig meg van osztva, ugye így sikerült fordítani, mert ugye kell törődnie a családjával, a feleségével is, kell törődnie az Istennel is. És ez már egy megosztottság ő benne. Ezért érdekes, hogy papokat állandóan meg akarják nősíteni a papok megkérdezése nélkül, tehát a saját természetünk ellenit kívánnánk, vagyis hát kívánnának azok, akik ugye be akarnak feküdni a papok ágyába, hogy ez nem a természet rendje szerint való. Többek között azért, mert ugye lehetetlenség. 1600 éve ugye a nyugati egyházban zsinat kimondta, hogy a felszentelt papok nőtlenek legyenek, és ahhoz, hogy valaki ténylegesen, mint felszentelt személy az Istennek szentelje magát, nem lehet elvárni, hogy ezt megosztott szívvel tegye, hogy még emellett gondoskodjon a családjáról, menjen éjféli misézni legalább 4-5 helyre, úgy, hogy beteg a gyerek otthon, és akkor költözik az egész család, és stb. Stb. Tehát olyan könnyen kitaláljuk, hogy a másik ember hogyan éljen, hogy ő mit és mit csináljon, és mi majd messziről eldöntjük, hogy jó volt, nem volt, tetszett, nem tetszett, majd tapsolunk neki, és akkor ezzel ki is fizettük. De a valódi Krisztus követést azt nem lehet osztatlan szívvel tenni. Aki nem felszentelt személy, arra nyilván más vonatkozik, és továbbra sincs kijátszva a kettő egymás ellen, hanem a kettő kiegészíti egymást. Az egyházon belül ugye van egy ilyen félig meddig teológiai megfogalmazás, hogy amiről az egyházban beszélhetünk, az nem vagy-vagy, hanem is-is. Tehát nem vagy ez van, vagy az van, és akkor az egyik, a világ egyik fele rossz, a másik fele jó, hanem hogy ebből is jól tudunk kijönni Isten segítségével, meg a másikból is. Tehát az egyházban mindenki megtalálja a saját feladatát, hivatását, küldetését. Pál apostol ugyanis erről beszél, ugye az egy test és a sok tag hasonlatában. Tehát
nem egymás életét kell se megváltoztatni és előírni, hogy a másik hogyan éljen, meg mit csináljon, hanem mindenki önmagát akarja közelebb juttatni az Istenhez, de nem a másik rovására, a másik ellen, hanem közösen. És így lesz a sok tagból egy test. És a sok különböző hivatásból, küldetésből, tehetségből, még akár világlátásból is egység. És ez az egyetlen dolog a világon, ami képes az embereket egységbe kovácsolni, összetartani. Eszmék, meg világproletárok, meg mindenek próbálnak ugye egységet alkotni, de hát csak a saját zsebükre, mindenki más kárára, és nyilván rengeteg más ideológia van, ami megmérgezi az ember életét, és szanaszét cincálja az emberi kapcsolatokat. Azonban Jézus pont az ellenkezőjét mondja, harcolj önmagaddal, hogy az egységet fenntartsd. Mert minden, ami benned a széthúzást táplálja, hogy ne érts egyet a másikkal, hogy csak a saját javadat keresd, hogy az Istennel ne foglalkozz, mert hát vasárnap is lehet szántani, hát milyen jó elfoglaltság az. És minden ilyen apróságnak tűnő kísértés, az rombolja az egységet, közted és az Isten között, vagy közted és a másik ember között, vagy a belső egységedet bombázza, ilyen hármas egységet próbál lerombolni a kísértő, a sátán, hogy a bűnnel az egyszerűbbet, könnyebbet felkínálja, de aztán a vége a pusztulás és a vereség lesz. És ahogy a keresztény ember tapasztalja ezt a küzdelmet önmagában, hiszen a világban élünk, Jézus azt kérte, illetve az utolsó vacsorán a főpapi imájában azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd el őket, vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól. Vagyis nekünk nem elmenekülnünk kell, bezárkozni egy elefántcsont toronyban, szegény elefántoknak nincs is annyi csontja, amennyi toronyban mi beszeretnénk zárkózni, hanem igenis a világban kell élnünk, mert Jézus ezt akarja, és az atyát is arra kéri, hogy szabadítson meg minket a gonosztól. És hogyha Jézus Krisztus már legyőzte a bűnt, megtörte az ő uralmát a mi életünkben, akkor nincs senki más, semmi más, ami elválaszthatna bennünket az Istentől, csak is kizárólag a mi tagadásunk, a mi nemünk, ha kimondjuk azt, hogy én nem akarok az Istennek tetsző módon élni. És hogyha engedünk ennek a kísértésnek, akkor ugye jobb lett volna, hogyha malomkövet kötöttek volna a nyakunkra, és ugye a tóba vetnének, mert ugye ezzel megtagadjuk a saját küldetésünket. Ezt mondjuk Jézus mondja ezt a hasonlatot, hogyha valaki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akkor annak jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára. Tehát nem árulhatjuk el ezt a hivatást, ezt a küldetést, amiben élünk. Hiszen a felismert igazságot elárulni az a lehető legnagyobb bűn az Isten szemében, mert ugye Isten igazsága az nem más, mint Jézus Krisztus. És aki ugye azt pont, ha jól tévedek, a múlt vasárnapi evangélium volt, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom atyám előtt, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom atyám előtt. Vagyis ilyen összefüggés van a hiteles katolikus életforma és az üdvösség között, hogy tényleg úgy élsz-e az emberek előtt is, vagy csak így négy fal között meg otthon játszunk katolikusosdit, vagy pedig tényleg ez az életünk. Tényleg komolyan vesszük, hogy ezt máshogy nem lehet csinálni, a többi az mind komolytalan, a többi az mind csak képmutatás, és akkor szép lassan eljutunk a farizeusok szintjére, a látszat vallásosságig. És Jézus azt várja tőlünk, hogy mindent, ami itt a Földön ér bennünket, jó is és rossz is, azokat mind-mind az ő szemüvegén keresztül szemléljük, vagyis mindent az örök élethez viszonyítva nézzünk, hogy ez engem segít az üdvösség felé, vagy nem segít az üdvösség felé. És még ha fájó is, hogy
egy közeli barát, egy családtag, egy ismerős, akivel korábban jóba voltam, de valami megváltozott az életében, és már engem nem vinne közelebb az üdvösséghez az, ahogyan ő él, amiket beszél, amiket tesz, akkor szakítanom kell vele, mert nem kockáztathatom a saját üdvösségemet. Nyilván szólok neki, ahogy ugye a katolikus levelekben, ugye az Új Szövetség második felében van, hogy először szólok neki négy szem közt, aztán szólok neki egy közösség előtt, tanúk előtt, aztán pedig, ha így sem, akkor megszakítom vele a kapcsolatot, mert próbáltam őt jó útra téríteni, de ha nem sikerült, akkor nem tudunk mit tenni, erőszakkal senkit nem lehet üdvözíteni. És erre megadja a kulcsot Jézus, hogy hogyan lehet ezt megtenni, hogyan élhetek én ebben a kettősségben, de mégis épp ésszel, nem ugye tudathasadásos módjára, ugye fel sem fogni, hogy mi zajlik körülöttem. Jézus azt mondja, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak, hanem szolgálunk egynek, és onnantól kezdve minden más ennek lesz alárendelve, és minden a helyére kerül. Mert ha én mindent az Isten szemszögéből, a saját üdvösségem szempontjából nézek, akkor tudni fogom minden egyes élethelyzetben, hogy hogyan kell döntenem. Az más kérdés, hogy leszek elég bátor ezt a döntést választani. És ha tudom, hogy mit, hogyan tegyek, akkor biztonságban vagyok. Nincs meg az a kétség, hogy most így kell, úgy kell, hogyan tegyem ezt, most valaki mondja már meg, mit csináljak, hanem igenis ez a riasztó a világ szemében, hogy a katolikusokat nem lehet befolyásolni, nem lehet egy utasítással azt mondani, hogy mindenki ezt csinálja, mint a robot, és kész. Mert mindenki tudja azt, hogy mi jó neki, megtalálja helyét az egyházban, betartja az isteni és egyházi parancsokat, és boldogan él. És ennél többre nincs is szükség. Amint az ember nem hiszi el, hogy elég neki az a boldogság, amit az Isten készít, na akkor elkezd a saját szakállára mindenféle veszendő földi örömök után szaladni, és akkor csodák csodájára nem lesz boldog. Mert hogyha nem az Istent választjuk, akkor az mind-mind csak a múlandó felé irányít bennünket, nekünk pedig az örök Istent kell választanunk. Ehhez kérhetjük az Isten segítségét, mert meg is adja. Azt mondja, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Nem azért, mert azt csinálnak, amit akarnak, hanem csak olyat fognak tenni, csak olyat akarnak majd megtenni, ami jó. És Szent Ágostonnak is ez a sokat idézett sora, ugye a vallomásokban az első oldalon van leírva, ebből látszik, hogy sokan nem is olvassák tovább, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Vagyis, hogyha te szeretettel viszonyulsz Istenhez, másik emberhez és önmagadhoz, akkor tényleg, ha ez vezérel, akkor mindent ementén megtehetsz. És ezt akarod tenni, és így kérjük a mai vasárnapon a mindenható Istent, hogy növelje bennünk a szeretetet, hogy így tényleg a szeretet által megtegyük a jót, amit kijelölt számunkra, amire lehetőségünk van, amire indít bennünket, legyen bátorságunk tényleg jót tenni a másik emberrel is, nem csak saját önös érdekből. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mindenki is bőnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyának született, az idő kezdetén. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóság.
testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei atyánkhoz. Add Urunk, hogy Ferenc pápánknak, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve, mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hirdetői legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre. Add Urunk, hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban. Add Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad feltámadásának hitéből. Add Urunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon. Mennyei Atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mind örökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot. Istenünk, te a szentségi jelek által árasztod lelkünkbe a megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent titkaidhoz. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos.
mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket, és ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevébe, hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Balázs püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szentelt.
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, elveszed a virág bűneit, írgalk az nekünk. Isten bárányom, elveszed a virág bűneit, írgalk az nekünk. Isten az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Értük, könyörgök, hogy legyenek mindnyájan egyek bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, mondja az Úr. Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, ami Urunk által. Templomunk jövő heti miserendjét ismertetem. Holnap hétfőn Szent Péter és Pál apostolok főünnepén este 6 órakor Árvai István, neje Vancsura Rozália és szüleikért. Kedden szerdán este és csütörtökön este 6 órakor lesznek szentmisék, csütörtökön Szűz Mária látogatása Erzsébetnél ünnep lesz, vagyis Sarlós Boldog, azt mondja magyarul mindent, magyarok mindent átnevezünk. Pénteken este 6 órakor Szent Tamás apostol ünnepnapján Jézus szíve tiszteletére mutatunk be szent misét. Szombaton délután 5 órakor ige liturgia Farkas József halálának 4. évfordulóján és a szülőkért. Jövő vasárnap, évközi 14. vasárnapon 9 órakor a hívő népért, a Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért, valamint Gutai József, édesapja József, Göttinger József és Bodrogi Jánosért. Nem sok hirdetésünk van, éppen annyi, hogy csütörtökön nem lesz irodai szolgálat. Úgyhogy hétfőn, kedden, szerdán és pénteken mindent el lehet intézni, amire adott esetben szükség van. A hirdetés ennyi, egy rendkívül jó hírrel szeretnék szolgálni, mármint számomra rendkívüli, hogy a héten katolikus iskolánk igazgatója a plébánián járt, ez mondjuk nem rendkívüli, mert szokott nem csak misére jár, hanem a plébániára is bejáratos, de látta, hogy a térkő egy
részén, ugye az udvaron, ugye derékig ér a gaz, úgyhogy felajánlotta, hogy, illetve hát először letolt, hogy miért nem szóltam hamarabb, de hogy felajánlotta, hogy önkéntesen segíteni fog ennek ugye a rendbetételében, úgyhogy ez nagyon támogatandó hozzáállás, ugye megvalósuló ígéretekben nem dúskálunk, ugye rengeteg romos épületünk van, még romosabb padlással, ami teli van ígéretekkel, úgyhogy ez így lassan úgy látszik elindul végre a megvalósulás útjára, úgyhogy köszönöm ezt a felajánlást, és remélem ugye az önkéntesség az továbbra is megmarad. Ugye itt hál' Istennek azért a templomba járók körében ez szokás, ugye a kertrendbetétel és minden egyéb fontos dolognál lehet számítani a kedves testvérekre, ezt szintén köszönöm, és biztatok mindenkit, hogy továbbra is éljen ezzel a jótékonykodós lehetőséggel, hiszen így is ki tudjuk fejezni a másik iránti törődésünket, nem csak aranyórát lehet venni mindenkinek ajándékba, hogy elhiggye, hogy szeretjük meg, törődünk vele, hanem ilyen apróságokkal is, és ráadásul olcsóbb is ez a megoldás. Úgyhogy ezzel a számomra jó hírrel kívánok mindenkinek szép vasárnapot. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Istennek legyen hála!